gyakorlatilag most azon a helyen állunk, ahova a hulladék beérkezik, a kukásautók kitűrítik ki magukból. A Csalai hulladék lerakó telepvezető helyettese mutatja, hová érkezik majd nyártól a Közép-Duna vidéki települések szelektív hulladéka a telepre. A papír, fém és műanyag szemét innen a hulladékválogató csarnokba kerül, ahol úgynevezett szeparátorok válogatják szét az egyes frakciókat. A nem mágnesezhető fényeket veszik itt ki, jellemzően alumíniumot. Ez a két csarnok is a Közép-Duna vidéke hulladékgazdálkodási rendszer elnevezési projekt részeként épült a Csalai hulladék lerakónál. 2016 óta 5 megyében 23,5 milliárdos forrásból zajlottak a Csalaihoz hasonló település üzemeltetési és környezetvédelmi beruházások a régióban, melyek 143 település 518 ezer lakosát érintik. A fejlesztés fő eleme azonban a Csalai és az Adonyi hulladékkezelő központ építése volt. Utóbbi a térség kommunális, míg a Csalai a régió szelektív szemetéért felel majd. Több mindent gépesítettek a hulladéklerakó telepen. Amivel el tudjuk azt érni, hogy a települési hulladéknál az a hulladék arány, ami a végén a lerakóba kerül, az 10% alá csökkenjen. Ez azt is jelenti, hogy nyilván viszont jelentősen meg tudjuk növelni az újrahasznosítás lehetőségeit. Ehhez gépek, eszközök állnak már rendelkezésre, optikai válogatók, de nyilván ugyanúgy szükség lesz az emberi munkára is. A 30 mm alatti anyagok kerülnek a prizmákba, ez komposztálás után pedig a lerakóra fog kerülni, gyakorlatilag takaróanyagként fog funkcionálni. A nagy 80 mm fölti szemcseméret pedig Adonyba fog ennek a projektnek a testvérprojektjéhez átvándorolni, ahol további kezelés alá vetik, és akkor így az égethetőségét biztosítják. Ez pedig már a beruházás másik eleme a Csalai lerakónál. A kommunális szemét lerakását, kvázi föld alá temetését is igyekeznek minimálista csökkenteni a telepen. Ennek érdekében darálják, komposztálják, válogatják és rostálják is azt. A lerakás helyet először ledaráljuk, leaprítjuk a települési vegyes hulladékot, majd utána egy rostálási folyamaton megy keresztül, ahol két frakcióra bomlik le az anyag. Egy nagy szemcseméretű, tehát egy 80 mm feletti szemcseméretű égethető frakcióra, illetve egy az alatti szemcseméretű magas biológiai tartalmú frakcióra. És ezt a magas biológiai tartalmú frakciót egy 30 napos irányított komposztálási, stabilizálási folyamaton keresztül visszük, gyakorlatilag stabilizáljuk az anyagot. Az új hulladékkezelő központ eddig egy 15 napos próbaüzemen ment keresztül, de nyáron már kizárólag az új beruházás során beszerzett eszközökkel zajlik majd a munka.